Kamerák rögzítették, ahogy egy 81 éves idős asszony gázolnak el autóval. A felvételeken jól látható, hogy az autó miután elindul, elsodorja a vétlen nőt, aki azonnal a földre esik, ezek után az autó fékezés nélkül távozik. A gázolás Zombán a főtéren történt. A gépjárművet egy 72 éves nő vezette. Az adatgyűjtést követően egy 72 éves zombai asszonyt állítottak elő kollégáim, és számoltattak el az esettel kapcsolatban, aki a járművet vezette a balesetbe következésekor. Az ügyben a Bonyhádi rendőrkapitányságon segítségnyújtás elmulasztása büntet és közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást. Mivel a gázolás után az autót vezető nő segítségnyújtás nélkül hajtott el, tettéért akár 5 év börtönt is kaphat. A rendőrök több bűncselekménnyel is meggyanúsították. A közúti baleset gondatlan okozása az pedig akkor valósul meg, hogyha valaki balesetet okoz, és a balesetben a sértett fél súlyosan legalább megsérül, akkor az is bűncselekmény, az egy gondatlan alakzat, vétség, az 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az idős asszony súlyos sérüléseket szenvedett, ezért a gázoló, majd a helyszínt elhagyó idős nő ellen mindkét törvénysértésben büntető eljárást indítottak.